2 milliárd forintnyi önkormányzati ingatlan áron aluli eladási szándékának keretében kiárusítaná egy iskola kertjét is Újbuda Szivárvány koalíciója, hogy irodaház épülhessen a helyén. Pedig a balliberális pártok a választás előtt másfél éve azzal kampányoltak, hogy Újbuda megtelt, most mégis folytatják a túlzott beépítéseket a zöld területek csökkentésével. Ezért a Mi Hazánk Mozgalom tiltakozó aláírásgyűjtést indít a mihazánk.hu/újbudai iskola címen, felszólítva a polgármestert, hogy az eladási pályázatot vonja vissza. A ciklusokon átívelő ingatlan spekuláció keretében a Bocskai István általános iskola teniszpályáját már korábban eladták, majd meg is szüntették. Most pedig az iskola gyermekei elől elvenni szándékozott zöld terület hiányában csak aszfalt és beton maradna a gyermekek számára. Ha valamilyen baj történne az iskola hátsó részében, azt ezután nem lehetne megközelíteni, például mentő vagy tűzoltó kocsival sem. A köznevelési törvény 74. paragrafus 4. bekezdése szerint pedig az önkormányzat nem is adhatná el az iskola udvarát, de sajnos az oktatási intézmény vezetője is hibázott, mert az ingyenes bérleti jogviszony lejárt, és valamiért elmulasztották jelezni, hogy természetesen szeretné az iskola ezt meghosszabbítani. A DK-s polgármester László Imre egy sunyi előterjesztésben és a mellékletét képező hosszú felsorolásban egy szóval sem említette, hogy iskola kertjének eladásáról is szó van, amire most szeretném felhívni a figyelmet, megkongatva a vészharangot. Persze újbudai képviselőként így is tiltakoztam, és nemmel szavaztam a 2 milliárd forintnyi ingatlan, ráadásul áron aluli eladási szándékával szemben, amikor Újbuda önkormányzata a piaci alapú meghirdetés helyett pusztán a 11. kerületi médiában, kvázi a helyi fali újságban meghirdetve próbált meg kiárusítani közösségi vagyont. A koronavírusra hivatkozva ugyanis mindent lehet, lezárni a gazdaságot, felfüggeszteni az önkormányzatok működését, helyettük a polgármestereknek adva teljhatalmat, ami a korrupció meleg ágya, és hát fű alatt haveroknak kiárusítani az önkormányzati vagyont. Újbudán annyit sikerült elérni, hogy a testületi ülés helyett legalább informális online tanácskozást tartanak. Egy ilyenen a polgármester látszólag támogatta azt a módosító javaslatomat, hogy hazánk legnagyobb ingatlan hirdetői portálján is meg kelljen hirdetni az eladni tervezett vagyonokat. Módosító javaslatomat azonban mégsem vették figyelembe, mert kikiáltási ár nem lenne, és az önkormányzati vezetés szerint a portálon az adatlap kitöltésénél meg kell jelölni a vételárat, enélkül a rendszer nem engedi rögzíteni a hirdetést. Ezt írták, de nem adtam fel, mert valójában ott sem kell feltétlenül meghirdetni a vételárat, lehet pályázat és licit útján is értékesíteni. Ezt pár nap alatt sikerült bebizonyítanom az eladni szánt ingatlanokkal kapcsolatban a hirdetési portál bevonásával is, így végül mégis hajlandó az önkormányzat széles körben meghirdetni azon az oldalon, melyel egyébként tavaly szerződést bontott a polgármesteri hivatal 5 évi együttműködés után. Így tehát legalább az áron aluli eladásokat sikerült megakadályozni a Mi Hazánk mozgalomnak. A 2 milliárd forintnyi ingatlan többnyire üres, beépítetlen telkeket jelent, tehát újabb beépítések várhatóak. Hiába kampányolt a Szivárvány koalíció másfél éve azzal, hogy Újbuda megtelt, s inkább fákat ültetnének a magukat jámbor városszépítőknek beállító, lényegében inkább politikus bűnözők. A reprezentatív saroktelkeket ráadásul különös igyekezettel próbálják eladni. Az Ulászló, Vincellér, Kökörcsin utcák által határolt területen is botrány van egy saroktelek ügyében. Ott egy szintén ciklusokon átívelő beépítési kísérlet van azon az ősfás területen. És hát ezt az, ahol üres rész van, az be kell építeni, profittá kell tenni szemléletet folytatná a fideszes vezetés után. A jelenlegi ellenzéki kerületvezetés is a környéki lakók szerint 2 6-szintes társasházat építetnének oda 42 lakásra, 24 fát kivágva.
A Mi Hazánk mozgalom viszont emlékeztetni fogja a döntéshozókat az ígéreteikre. És egy másik pikáns esetre is emlékeztetnem kell, érdemes beütni az internetes keresőkbe. Nem kapott ötöst a balliberális polgármester lánya, Apuci bezáratta a gimnáziumot. Bizony ez is egy sajnálatos újbudai, máig is kiható eset, hiszen a Bárdos Lajos általános iskola is akkor még gimnáziumi osztályait záratta be Lakos Imre, Molnár Gyula, MSZP-s polgármester, SZDSZ-es alpolgármester egészen elképesztő körülmények között, amelyet az iskola tanárai is megerősítettek nekem. És hogy ennek a elképesztő gyalázatos esetnek a folyamányaként most úgy tűnik, hogy már képesek iskolákat is bezáratni, az elfogadhatatlan, hiszen így is épp elég mulasztása van az önkormányzatok azzal, hogy a túlépítésekkel párhuzamosan nem létesít az önkormányzat rendelőintézetet, rendelőket, bölcsödéket, óvodákat, iskolákat, de az, hogy még a meglévő intézményeket is el akarják adni, és ingatlan spekuláció áldozatává kívánják tenni, azt a Mi Hazánk mozgalom nem fogja tűrni.